fütykéje már is a szegénynek. Tom Peti és barátai szórakoztatták a gyerekeket kora délután a 21. szüreti csirkepaprikás főzőfesztiválon Bolyban. A szombati esemény lebonyolítását idén is nehezítette a rossz idő. Hál' Istennek a rét az tele van, de sajnos az időjárás idén sem volt kegyes hozzánk. Ez most már a harmadik év, hogy az első valahogy pont aznap akar esni, amikor a szüreti csirkepaprikás főző zajlik itt Bolyon. Bízunk benne, nézegetjük az időjárás jelentő oldalakat, hogy reméljük csak egy átfutó zápor lesz ez is. Az első szünet közben a szervezők sátorában összekészítették az ajándékokat, megírták az emléklapokat. Az Asztal Szépség Verseny díjazottjai kapják az emléklapokat és az ajándékokat, amiket Bolyi cégek ajánlottak föl. Ugye évről évre most már nem főzőverseny van, hanem az asztalok dekorációját zsűrizzük. Az eső azonban nem tudta elvenni a kilátogató baráti társaságok kedvét a főzéstől. Amíg az emberek arra vártak, hogy ne essen tovább, addig a bográcsokban rotyogott a szüreti csirkepaprikás Bolyban.